Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, fennállva dicsérjük a mi Urunkat és Istenünket a 81. Zsoltárnak az első, második és a harmadik versét énekelve. 81. Zsoltárunk így kezdődik: örvendezzetek az erős Istennek. Majd pedig folytassuk tovább együttlétünket, énekelvén a 466. dicséretnek a verseit. 466. dicséret első verse így kezdődik: rád tekint már hitem, megváltóm Istenem. A főéneket, majd helyünket elfoglalva énekeljük. Thank you.
A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istentől. Amen. Drága testvérek, Istennek az igéjét olvasom Jób könyvéből, Jób könyvének az 5. részének a 6-tól a 18. versig a következőképpen van megírva az ige. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái magasba szállnak, de én az Istenhez fordulnék. Istenre bíznám az ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Esőt áld a föld színére, vizet bocsát a mezőkre, magasra emeli az alant lévőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége. A ravaszkodók terveit meghiúsítja, nem alkot kezük maradandót. Saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők terve meghiúsul. Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegényt. Így lesz reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Bizony boldog az az ember, akit az Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Amen. Isten áldja meg az ige hallgatóit, befogadóit és megtartóit. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Isten, lassan elérkezünk az egyházi esztendőnek a utolsó napjaihoz. Ezek az utolsó napok egyházunk rendje szerint még inkább a szemeinket fölfelé az örökkévalóságra emeli. Felfelé tekintünk, miközben annyi baj és vész vesz minket körül. Ami minden napjaink sokkal inkább lefelé húzzák a tekinteteinket, de te lelked által kérünk, emeld fel azokat. Lássunk holnapot, lássunk jövendőt, lássunk reménységet. És legyen ez minékünk vigasztalásunk, és a megvigasztalódásban örömünk, boldogságunk és hálaadásunk. Így kérünk, jöjj közel mi hozzánk, lelked által építs bennünket, a mi hitünket, építsd a mi útjainkat, előre lépéseinket, hogy épülhessen a mi gyülekezetünk, épülhessen a mi életünk, nem e földi javakra, e földi boldogságra, bár az is fontos, hanem az örökké valóság váradalmára, annak boldogságára. Így légy mi velünk, fiadért Jézus Krisztusért. Amen. Készüljünk Isten igének a hirdetésére, a 173. dicséretet énekeljük, a 173. dicséret, nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. 173. dicséret. Never.
Drága testvérek, az igét, amelynek alapján bizonyságot kívánok tenni ti előttetek, a már felolvasott ige szakaszból olvasom újra, Jób könyvének 5. részének a 18. versét. Ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Amen. Kedves testvérek, Jób az Ószövetség bölcsesség irodalmában a nagy szenvedő. Istenfélő ember volt, maga az Isten mondja igaznak. Egy napon elveszítette vagyonát, 10 gyermekét, egészsége elhagyta, testek kifekélyesedett, hamuba feküdt, hamuval tisztogatta testét, próbálta így enyhíteni szenvedését. Felesége arra inti, hogy tagadja meg az Istent, s halljon meg. Majd 3 barát érkezik hozzá, hogy vigasztalják Jóbot, akik Jób látványától szóhoz sem tudnak jutni, ezért Jób kezdi el velük a beszélgetést. A beszélgetés fő témaköre Isten igazságossága. Mi bűnt követhetett el Jób, hogy ilyen szörnyűség vette körül? Többszöri ismétlődő kérdése ez a 3 barátnak. Jób egyik válaszából olvastam fel előttetek. Először elmondja, milyen az ember. Ostobát megöli a bosszúság, balgát halálba kergeti a heveskedés, vagyona után liheg a szomjazó, az ember maga szüli a vészt, füstje pedig a magasba száll. Majd ezzel szemben rámutat Istenre, aki esőt ad a földnek, megszámlálhatatlan csodát művel, magasra emeli az alant lévőket, a gyászolókat megvigasztalja, a bölcselkedőket a saját ravasságukkal fogja meg, a cselszövők tervét meghiúsítja. Az erős kezéből megszabadítja a szegényt, így ad reménységet a nincstelennek, a családságot pedig elnémítja. Igaz tükör az ember előtt, és mi általunk egy igaz kép az örökkévaló Istenről. Az emberi mélység és az Isten fenségének tükrében megváltozik minden. Így írja Jób, boldog az ember, akit az Isten megfed. Ki az, aki szereti a feddést? És most mégis azt halljuk, boldog az az ember. A 3 barát közül az 5. részben Jób Elifáz beszédére válaszol. Isten igazsága, hogy az ítélet, amely Jóbot összetörte, nyomorba döntötte, valami nagy bűn előzte meg. Mai nyelven úgy is megfogalmazhatnánk Elifáznak a beszédét, Isten igazsága, hogy az ítélet, amely a világunkat rettegésbe tartja, senki nem tudhatja áldozatává válik vagy sem, mi bűn előzte meg? Egy nagymama kiált fel, mit tettünk, hogy kiérdemeljük, még az unokáinkat sem ölelhetjük magunkhoz, egész életünkben dolgoztunk, végeztük a feladatainkat, munkáinkat. És most? Legfeljebb távolról inthetünk nékik. Talán érezzük a kérdésfelvetés jogosságát, vagy éppen jogtalanságát. Van benne igazság és csúsztatás. Felröppen a hír. Egy ember elcsúszott a disznóban, s a disznók megölték és felfalták gazdájukat. Ó, micsoda szörnyűség! Mivel érdemelte ki ezt a sorsot? Kiderül, hogy a régi rendszerben több ember vére ragadt a kezéhez. Aha, most már értjük. Egy rendszeresen templomba járó fiatalember megnősült, annó még édesanyám eskedte, majd elmaradt egyszer az istentiszteletekről.
Édesanyám meglátogatta, s mentegetőzni kezdett a fiatalember. Tetszik tudni, tiszteltes asszony, a házat fel kell építeni, nincs más lehetőségem, nincs máskor, mikor dolgozzak, vasárnap is kell ott lenni, fönt lenni a falat, húzni a tetőt, építeni, mert tetszik tudni, szülőkkel az egy fedél alatt élés hosszú távon nem megoldás. S alig telik el egy esztendő, a háza befejezés előtt, a feleség elment, férjét elhagyta. Nincs szükség már a házra, de már nincs is kinek és minek építeni tovább, minden pénzét ez épületbe fektette, céltalanul áll egy lélektelen falakban. Bizony visszaköszön a bűn, nagyon váratlanul köszön vissza, és visszaköszönése nagyon fájó. Isten az emberi boldogságot és boldogtalanságot nem önkényesen osztogatja, hanem megáldja a kegyeseket és megítéli a gonoszokat. Elifáz így fogalmaz, aki hamisságot szánt és gonoszságot vet, azt is arat. Tehát, aki igazat szánt és tisztességet vet, azt is arat. Gyakran kiált az ember, mit követtem el, hogy ezt a bajt kell elszenvednem? Ilyenkor így kezdünk hamisan vigasztalni. Nem követtél el semmit. Pedig az ember ennél is nagyobb bűnt követett el, olyan szörnyű tettet, hogy megváltó Krisztusunknak a Golgotai kereszten kellett érte szenvednie, meghalnia, a poklokra alászállania. Igenis, bűnt követett el az ember, s a bűn visszaköszön. De az ember bűne nem saját életének szomorúságával, vagy éppen tragédiájával, hanem Krisztus halálával van arányosságban. És itt látjuk meg a kérdésfeltevésnek előzőleg megmagyarázott igazságát, és Krisztusra tekintve pedig csúsztatását. Először azért, hogy megérezzék egy keveset abból az ítéletből, amelyet én érettem, Krisztusnak kellett elszenvednie. Végre bűnbánatra jussak. Végre bűneimmel leboruljak Krisztus keresztje előtt. Rádöbbenjek végre vétkeim súlyosságára. Azok végre fájjanak és égessenek, mert így tudom őszintén és tiszta szívvel kiönteni lelkemből, letenni és megszabadulni. Másodszor a bűn büntetése, a szenvedés, elveszett emberi lételem, a megsemmisülés, a jégen felállni képtelen mi voltom, elvezessen a megváltás öröméhez. Isten igazságának felismerése, amelynek része a szenvedés is, elvezet a kegyelemhez, a bűnbocsánathoz, a megváltáshoz, magához, Jézus Krisztushoz. Elifáz és a barátok kérdése, milyen bűnt követett el Jób, hogy ezt a szenvedést érdemelte? Így kell válaszolnunk, annál is nagyobbat. Mit követett el a ma embere, hogy világjárvány, terrorizmus, a gonosz erők tartják félelemben a világot? Azt kell rá válaszolnunk, annál is nagyobb nyomorúságot. És mindezekért Krisztusnak kellett meghalnia. Akkor miért is kell szenvednie az embernek? Azért, hogy bűnbánatra jussunk, és elvezessen minket a Szentlélek a megváltó Jézus Krisztushoz. A szenvedéssel teli élet örömteli életté válik, minden földi szenvedés felett ott van a Jézus Krisztus győzelme, amelynek hit által részesei vagyunk. Jób Sándor igehirdetésének néhány sorával zárom igehirdetésemet.
Megsebez az igazságossága, de bekötöz az irgalmassága. Összezúz az ítélete, de meggyógyít a kegyelme. Sőt, azt hiszem, sokszor egyenesen azért sebez meg, és zúz össze, hogy bekötözhessen és meggyógyíthasson, vagy képek nélkül, hogy beleessünk a kegyelembe, vagy még mélyebben essünk bele az ő kegyelmébe. Ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük néked, hogy az ítéletnek a valóságos mélységét a te fiad elhordozta helyettünk. És mi a sokkal kevesebb ítélet ellen is olyan mértékben tudunk lázadozni. Taníts bennünket minden ítéletedet, nyomorúságodat úgy elfogadni, hogy ez csak egy kis része annak, amit fiat szenvedettel érettünk. És ezt a kis részt tudjuk a üdvösségünk javára fordítani, hogy bűnbánattal elét tudjunk letérdepelni. Bűneinket elét tudjuk odahelyezni, és megérkezzünk ahhoz a Jézus Krisztushoz, akiben a nyomorúságunk is fel tud oldódni, amelyben a boldogtalanságunk is boldogsággá tud változni. És megismerünk sokkal nagyobb boldogságot, mint a földi boldogságok, a benned való élet, örök élet. Urunk, nagy vagy te előttünk, életünknek királya vagy. Minden mozzanatunknak formálója és alkotója. Csak téged lássunk Istennek. Csak te akaratodat hallhassuk meg mindenben, és járhassunk mindazok szerint. Urunk, ott a félelem a mai embernek a szívében, lelkében. Jaj, hogyan tovább? Most már csak a szobák falain belül merem hallgatni az igét. Már csak egy online világban tudok részt venni az Isten tisztelet közösségében. És Urunk, te megsegítesz bennünket. Nem csak azzal, hogy el kell fogadnunk a történéseket, hanem azzal is, hogy a térdeplő helyzetben, a nyomorúságunknak mélységében és elesett állapotában megláthatjuk a te dicsőségedet. És minél mélyebbre kerül a mi lelkünk és a mi világunk, annál inkább megláthatjuk, hogy te milyen hatalmas Úr vagy. Hatalmasabb vagy minden bálvány szobornál, amelyet te egy szempillantás alatt össze tudsz törni és szét tudsz zúzni, amelyben hatalmakat te földig alázol és porba döntesz, és a port pedig életre kelted, és üdvözíted azt. Urunk, tekints erre a mi kis szentgáli népünkre, a környéken lakó református testvérekre is.
kiméld az életet, gyógyítsd a betegeket, vigasztald a reménytelenségben lévőket, és lélek által reménységgel töltsd el a szíveket. Urunk, Te jóságos Isten vagy, és ezt a jóságot látva tudunk mi is megújulni. E megújulásban áld meg egyházadat, lelki pásztorokat, akik szintén üres falak között mondják az igét, hogy meghallják, és hogy ne a kövek kiáltsanak. Áld meg a gyülekezeteket, szerte a mi országunkban és a mi világunkban. Légy a mi népünkkel. Sokak érzik a bajt, a nyomorúságot. Legyen épülésre ez a mostani jaj. És a mi világunkban, amelyben annyi békétlenség van, különösképpen kérünk, hogy csitítsd le azoknak szívét, akik te reád gyűlölettel tekintenek, és a te feléd való gyűlölet az embert is áldozatává ejtik, gyilkolnak és gyilkos hajlamokat szőnek magunkban. Legyen béke már! Legyen e sok gyűlöletnek vége már! Hallgass meg imádságunkat. Amen. Csendes percben kiki helyezze maga könyörgését az örökké való Isten elé. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jótékonyságról és adakozásról ne feledkezzetek meg, tudván az, hogy ilyen áldozatokban gyönyörködik az Úr. Kérjük a testvéreket, akik televízión keresztül nézik az Isten tiszteletet, ők is adományaikat összegyűjtve, majd eljutatva az egyházközséghez, tegyék félre az adományaikat, segítsék egyházunknak az életét. Hirdetéseket mondom el. Vasárnaponként 10 órakor történik az Isten tisztelet tévés felvétele. A Szent Gál TV-ben mindig re egy hétre 10 órakor lesz élő adásban. Köszönjük a Szent Gál TV-nek ilyenfajta szolgálatát is. Szomorú szívvel jelentem, hogy Tóth Erzsébet Emília 2020. november 13-án pénteken 78 éves korában hazatért Teremtő Urához. Temetése 2020. november 19-én ránk következő csütörtökön délután 3 órakor lesz, a Szentgáli felső református temetőben. Adományokat hirdetek,
Gyermek karácsonyra névtelenül 15 ezer forint adomány érkezett áttalással, Isten dicsőségére, az orgona majdani felújítására pedig 40 ezer forint adomány érkezett, szintén névtelenül egyházközségünk részére. Hirdetem a testvéreknek a sajtótermékeket, a Dunántúli református lapoknak előfizetése következő esztendőre 1000 forint per év. Képes Kálvin kalendárium körülbelül 500 forint a következő szám. A református fali naptár 100 forint, bibliaolvasó kalauz 300 forint. Ezekkel az árakkal kalkulálva kérjük, hogy a testvérek mielőbb adják le igényeiket, vagy a lelkészi hivatalba eljutatva, vagy pedig Perei Sándorné harangozónknak odaadva az igényeket, tudjuk összegyűjteni, és már az adventre lerendelve a testvéreknek kiosztani ezeket a sajtótermékeket. Drága testvérek, záró éneket énekeljünk. Záró énekünk a 397. dicséret verseiben. 397. dicséret így kezdődik. Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed.
Istenre bízd az ügyedet, minden fájdalmadat, nyomorúságodat, bűneidet, áldásaidban hálaadásodat, aki hatalmas dolgokat művel, és csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Amen. Otthonomba jöjj el vélem, tedd imádsággá életem, ha áldott volt bejövésem, legyen áldott kimenésem.